Sziasztok! Ma egy Einstein idézettel készültem, amit egy hétvégi előadáson hallottam Kőházi Csaba mentoromtól. Sziasztok! Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Többször elmondtam már ezt a mondást, de most valahogy az egész előadása annyira jól sikerült, hogy sokkal jobban átjött. Egyszerűen konkrétan ittam minden szavát, és jött a mondás. No, hát akkor mondom is, ez az Einstein idézet ugye így hangzik, hogy a fantázia jobb, mint a tudás. Igazság szerint ez úgy simán át lehet rajta siklani, azt gondolnám, de hát az ugye nem én lennék. Tehát én egyből a gondolkodási, meg a mögé látás volt az első ötletem, és arra jöttem rá, hogy miért igaz ez. Ugye nyilván, amit az ember ki tud magának, tehát meg tud magának csinálni, az, amire a képességei megvannak. Viszont ha valamit elképzel, és azon töpreng folyamatosan, hogy hogyan kéne azt megcsinálni, tehát a fantázia volt, hogy a képzelt, hogyan meg az az út, amíg megtalálja, hogy meg tudja csinálni, vagy hogy meddig tudja megcsinálni. Tehát a tudása az valahol indul, a fantázia nyilván jóval arrébb van, és vagy menet közben új tudásokra tesz szert, vagy bármi oldalági ötletből fölépíti magát, képes eljutni ugye a fantáziájáig. Egy nagyon jó példa szintén ugye Csabától származik, ugye a Kennedy-féle nagyon híres mondás, miszerint még ebbe az évtizedbe ember lép a Holdra, és nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. Elég bután hangzott, tehát én ezt több éven keresztül egy baromságnak gondoltam. Azt hittem először rossz fordítás, de utána volt szerencsém angolul is látni, nem értek angolul, viszont nem volt nehéz lefordítani. Tehát, hogy konkrétan szó szerint ezt gondolhatta, és hogy miért gondolhatta ezt. Tehát nem volt meg a tudása konkrétan az emberiségnek arra, hogy a Holdra lépjen, illetve egy idegen égitestre, viszont megvolt az akarat, hogy odalépjen. Tehát fantáziában már létezett az, hogy ezt muszáj. Nyilván nem térnék ki arra, hogy miért volt erre szükség, illetve egy pár szóba kitérnék. Hidegháború, meg kellett mutatni a világnak, hogy Amerika a legnagyobb állam, illetve a legfejlettebb állam, és így tovább. Tehát nem az volt a fő cél vele, hogy igenis megmutassák, mert egy irdatlan erőfeszítés volt, egy hatalmas nagy áldozattal, anyagi áldozat, nyilván voltak emberi, meg egyéb áldozatok is, de nem ez a fő lényeg, hanem pont azért csinálták meg, mert a fantáziában megszületett. És azt mondta Kennedy, illetve azt továbbította azt a gondolatot, hogyha ez bizony fantáziában megszületett, akkor bizony a tudást is hozzá fogják tudni rakni. Voltak jelek arra nyilván, hogy képesek leszünk rá, ők nyilván, ez az egyes szám első személy, az így, illetve a többes szám első személy, ez nem velem, hanem ugye a világra kell elképzelni. Tehát voltak rá jelek, hogy erre képesek leszünk, és hogy meg lehet ezt csinálni, meg tudjuk ezt csinálni, és amikor megvan, hogy mit akarsz elérni, megvan, hogy mi hozzá tudásod, onnantól kezdve sokkal könnyebben tudsz azon agyalni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eljussál addig, amit kifantáziáltál. Ha az emberekből kiölik a fantáziát, ha az emberek elvesztik a fantáziálásnak az erejét, azt a pluszt, amit ez ad, akkor bizony lesznek a robotok, biorobotok, és élnek annak, amit a marketing rájuk nyom, tévéreklám, szomszéd, akkor a főnököd, a kollégád, teljesen mindegy, nem magadnak fogsz élni. Viszont ha te tudod, hogy hova akarsz eljutni, fantáziádban megszületik, hogy mi akarsz lenni, mit akarsz csinálni, akkor kutya kötelességed, akaratlanul is, ha azon jár ugye az eszed, akaratlanul is a tudásodnak elindulni abba az irányba. Tehát nem gondolom úgy, hogy ha valamit kiötölsz, hogy mit szeretnél, hogy szeretnéd, és az a saját vágyad, az egy belső vágy, egy belső cél, ez nagyon fontos, mert az előadás is erről szólt, lesz külön videóm róla, a lényeget érjezd meg belőle, belső cél, tehát a te belső célod, akkor bizony a tudásod az el fog indulni irányába, nem tudsz mit csinálni, nem tud elkerülni, hiszen folyamatosan pörög rajta az agyad, és azokat a hiányzó kis lépcsőket, amit ugye mutattam a két szint között, azokat át fogod ívelni. Ha kell külső segítséggel, egy könyvvel, ugye amit hétfőnként szoktam ajánlani, a legtöbb tartalmaz ilyen segítséget, egy olyan úgynevezett fenékberugást, tehát az, hogy gyerünk, indulj el fölfelé, akár egy elejtett mondat,
rádióba, tévébe ugyanúgy, félreértés ne essék, ott is lehet jókat tanulni, egymástól beszélgetni kollégákkal, nem csak arról beszélünk, hogy milyen új telefon jelent meg, hanem hogy, hogy mik a vágyaink. Ha le akar oltani, le akar oltani, ennyi, megyünk tovább. Esetleg a másik fog majd segíteni. No, hát engem a mai kis időmmal megosztani veletek, ugye az Einstein mondásról szólt, amely így hangzik, hogy a fantázia fontosabb, mint a tudás. Tényleg így érzem, ementén élek, akkor is, amikor nem tudtam még, hogy ez egy szamárvezető, viszont úgy érzem, hogy mióta az ember jobban tudja, jobban érti, hogy mit akar ebben, akkor ez exponenciálisan fog vele haladni. Tehát magán azon az úton, ugye, amit már többször is mutattam. És ezért gondoltam ezt a kis videót megcsinálni, hát ha bárkinek gyertyát gyújtok, illetve lámpát gyújtok abban a sötét szobában, ami éppen van, vagy éppen ki akar menni a sötét szobából, akkor viszont ugye az ajtó megvilágosodik. No hát, ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, nem vagy még feliratkozva se a csatornám, se a hírlevelemet, tedd meg légy szíves. Ugye a hírlevelemre a www.szucstamas.hu-n alul van a kis rubrika, ott tudod megtenni. A YouTube csatornámra meg ugye a kis csengettyű, és akkor az összes bejelölve minden videómra megkapod az értesítést. Köszönöm, hogy a fejlődésedre szántad ezt a kis időt is, illetve az én fejlődésemre is, és találkozunk holnap mondjuk. Köszönöm még egyszer, sziasztok!